Sziasztok gyerekek! Nagy szeretettel köszöntelek titeket! Hatalmas nagy challenge-re készülünk. Ide irány, Nyíregyházára, még beszélni se tudok, annyira izgulok vagyunk gyerekek. Végem van, nagyon izgulok ember! Itt van Gyula, gyere ide Gyula! Erdélyi Gyula! Sziasztok! Gyerekek, tudjátok, már láttátok, nem egy-két videóban. Hatalmas nagy mennyiségű ételt szokott elfogyasztani, de most az igazán a legnagyobb kihívásra fogok készülni, mivel egy 60 centis pizzát... Zsák bekit megeszek! Mennyi? Nagyon sok, a pizsákkal bemenek egy 10 perc alatt, meg kell, hogy egyem! Megeszi gyerekek, vége lesz! Én nagyon ideges vagyok. Én nagyon izgulok, az az, hogy pakolkat itt még takarítgatunk, aztán utána, ahol kitakarítottál is mentünk. Fú... Nyíregyházára. Csak van, előtte csinálunk egy videót, bemutatkozunk nektek gyerekek, mert végem van. Hogy fogod enni? Jót, az egybe teszek, az egészet egybe teszek. Egybe és? Az egész pizzát így. Ennyi. És? Négy, megiszom a kólát. Köszönöm szépen, és még utána még kérek egyet. Mennyi? Egy nagy pizzát. Megeszem. Azt is? Azt is. Akkor 120 ezer? Annyi. Nem hagyom a posztomat, megmondtam. Most megmutatom, hogy kell enni. Na, gyerekek, hát benevezem Gyulát, ugye elviszem, hogyha netán elbukik, akkor nekem ez anyagi költségekre fog kerülni. Úgy, nem bukok el. Nem fogom? Nem. Jó van, úgyhogy remélem, hogy nem fogja elbukni, nagyon bízok benne egyébként. Ő Bojka, én meg Gaga. Így van. Úgyhogy úgy hívjuk magunkat. Ő a vitathatatlan, a legyőzhetetlen, és kimondtam! A legyőzhetetlen gyereke! Így van. Eddig. Tartom ezt a tempót! Tartod? Senkinek nem hagyom, hogy legyőzhetetlen. Na, aligó gyerekek, sziasztok, megjöttünk. Itt vagyunk Nyíregyházán. Nagyon izgul. Körülbelül... Mennyire vagyunk? Egy 20 méterre? Egy 20 méterre megyünk. És régen van. Nagyon izgulok, én is itt vagyunk. Gyula is. Sziasztok. Mi addig bekapunk valamit. Én már nagyon éhes vagyok. Még addig készül, mert hamarabb jöttünk egy kicsit. Úgyhogy itt vagyunk. Itt van a challenge. Na Gyula! Igen vagy! Komoly, én elfáradtam nagyon az úton. Nagyon sokat dolgoztunk. Na menjünk be! Sziasztok gyerekek, most én kamerázok. Itt vagyunk bent, itt van Gyula. Már nagyon izgul. Gyulának addig rendeltem. Mindig Gyula, mindegy majd. Gyuszi, Gyula. Na, Gyulának rendeltem pizzát, úgyhogy mindjárt kihozzák neki. Gyuszinak rendelne én nagyobb pizzát majd. Ő lesz a versenyző gyerekek. Nikolett itt van, ő már eszi a levest. Kértünk egy menüt. Orja leves, nem kell, meg bolognai csirke már, vagy nem milánói? Milánói. Te azt teszel, én meg sertéspörköltet? Burgonyafőzelék. Nemes sertés pörköltet, burgonyapörköltet. Sziasztok! Na, én meg mi megesszük a levest, addig meg a másodikat. Körülbelül egy fél óra, és versenyzik. Nagyon be van indulva. Én nagyon bízok benne, gyerekek, nagyon bízok benne. Megnyeri. Megnyerem. Gyerekek, tegnap óta. Megy még a videó? Tegnap óta, gyerekek. Nem tudtam aludni, alig vártam ezt a pillanatot, hogy megmutassam, hogy én ki vagyok. Na, majd mindjárt megmutathatod. Jövünk vissza, gyerekek, sziasztok! A második, Gyulának még sül a pizza. A kemencét még most. Én is ezt akartam neki mondani. Miki ezt teszi? Burgonyafőzelék, sertéspörköltel, te meg ilyen paradicsomos tészta. Milánói tészta. Csirkemellett. Na, gyerekek már nagyon ki van éhezve. Gyula nagyon ki van éhezve. Nagyon éhes vagyok, gyerekek, halálom. Hogy még éhezve vagyok. Egyébként nem azt kell, hogy mondjam. Jó, Gyula. Az is jó, már pótol. Úgyhogy gyerekek, azt kell, hogy mondjam. Semmilyen. Ez is nagyon jó. Ami jó főznek. Jó, nagyon jó kajákat csinálnak. Hát nem is ízletet. De már hogy mondja, akkor biztos finom. Melegszik a kemence, gyerekek. Csipőt esetleg ulam. Nem kérek, köszönöm. A borsot. Mindjárt Gyula megkapja a pizzáját. És aztán utána jön a nagy versenyző Gyula. Megkapod a pizzádat.
Igen. Hagyd itt a pizzát és gyere nekem szurkolni, ha akkor már nem csinálom. Majd eszel utána. Igen. Nagyon kell a szurkolásod. Jó volt. Mi van ebben? Veszélydítem, a jobbra simle van leállt. Káó. Nagyon kérem a segítségeteket. Mondjad Gyula, miket érzel? Remegek, félök lefele, tiszt ízletet, egyenem. Halálomon vagyok, szó szerint nagyon-nagyon izgulott, ennyit. Így ennyi ember előtt még soha nem teljesítettem. Megmondom nektek az őszintét. Itt éheztet, megmutassák nekem, hogy hogy kell. Ki megkívánta, már én megettem valamire, csak falatozgat. No. Vége. A gyúrom így ki van tágulva, én 5 harapás lesz egy pizza. De amúgy szerintem 3-4-et egybe fogok, mert úgy jobb. Igen. Így van. 3-4-et egybe fogok. Péter kólát meg így lenyomom a torkomon egybe. Hát az jó. És megviszom. Úgyhogy nagyon kevés leszek. Jó van már, ennyire teges te legyél. Majd meg most kell mutatni, mit tudsz. Akkor itt rakjál elég. Oda rakják elég. Nagyon várom, hogy segítsetek. Nem kellene. Figyeljetek ide. Jó, csak ide. Én vagyok Kaka. Ő Bolyka. Ő Ika vagyok. Én meg Turbo. A kamerás. Én a kamerás. Mi vagyok? De? Izé. Van dörgumon. Nem. Sofőr. Sofőr. Egy egyszerű sofőr. Yeah. Te milyen? Izé. Sofőrnek vagyok. Kit jó, már? Akkor figyeljetek. Trihanna. Nem. Hogy jön Bolykával, Zihanna el? Bolykából, ön. Széna. Magának nem volt felesége? Hát dehogy nem. Akkor az nem volt. Hát csak volt valami. Ó, te hogy gagálod. Te mennyire? Megjött a pizza. Hát az ilyen? Az a szemüveg egy fiú volt, mert a videóban most nem jött. Az a szem, jó? Megjött a pizza. Nem megyünk az ilyen. Egyébként. Köszönjük szépen. Én várom a nagyot, úgyhogy egy gyöla. Milyen? Ló? Hajó fölé. Hajó ide föl. Már rég megettem volna, mindegy. Feléjünk csak. Nagyon finom. Amúgy elmondom nektek, hogy tripjára lesz, amit most én eszek ennek. Mi? Tripla lesz, amit most én eszek. Tényleg. És ez is sok. Egy átlag embernek ez rengeteg. Na nézzük, Gyula, mennyit bír megenni belőle. Na. Ha most nézzük, hogy te ezt megbírod enni. Á, nem. Jó, csirke. Egyed meg. Nem a csirke. Cseréltünk. Nincs szoktuk mindig. Igen. Cserélünk. Mert ők szeretik nagyon egymást, és így hát, cserélik. Hát, hogy ne. Halapás kell. Igen, de jól van. Egy halapás. Nem mehetsz, te sok. Előbb csörögtél neki. Ezen sem tartod ma. Megszédítem. Ma így áll a kamera. Nagyon megszédítem. Éjjesz vagyok na, most. Nézd csak, figyelj. Gyula, győzik, figyelj. Ne. Aha. Jó, hogy még a nézed már, ne. Nézd csak. Ne. Nézd csak, ne. Nézd csak. Nézd csak, hogy vagy? Ne. Szerepel. Ne. Na, véget lesz. Adjatok. Véget lesz. Örüljük vissza, gyerekek. Közben Gyula tölti a jelentkezési lapot, vagy a... Igen, a nyilatkozatot tölti ki, Gyula. Hamarosan kész van a pizzája, gyerekek, addigra mi is jól laktunk. Már nagyon éhes, azt kell, hogy nem nagyon éhes, nagyon ki van éhezve. Nagyon bízok benne, figyeljetek ide. Én vagyok Gaga, ő Bolyka, vitathatatlan. Nem győzhet ide senki sem. Nem győzhet, ő pedig Turbo. Turbo, ő... Tunyacsá. Majdnem azt mondtam, hogy Tunyacsá. Azt kell mondjam erről a helységről egyébként, hogy nagyon jó, finomak az ételek, frissek, úgyhogy
Igen, a pizzának a tésztája is szuper. Úgyhogy azt tudom mondani, gyerekek, hogy bravo, szí. Tetszik a pizzának a kitörtése, hogy megvan a jellegzetes. Tehát, hogy megvan a jellegzetes széle, nem vastag, pont éppen jó, és ki van töltve teljesen, feltétellel. Feltétellel? Nem feltétel. Feltétel, igazad van. Igen. Szignószám, mit érdek szignószám? Szignószám? Várjál, mindjárt átnézem. Megnézem a jelentkezés papírját, segítek kitölteni, mert sajnos nincs meg a nyomok fiskolája. Nem, nagyon jól kitöltöttem. Addira hagyjuk szemem. Nagyon jól kitöltöttem. Alulira Terdégyőnek, négy Erdélyre született, kettő mindenki. Vargeldi, Derecs, 4131, tényleg szükség. Telefonszám, igen. De szignószám? Az nem szignószám. Akkor én személyigazolvány, jól van, mert úgy van beírva. Hát egy szignószámot írjál, egy szignószámot. Személyigazolvány szám, akkor a rövidítése. Nem, egy szignószámot. Gyerekek, most tettem egy ilyen. Mennyit tettél? Nézzétek meg. Tizen. Az egész nincs annyira felvább. Miki, tényleg, te is konstruszak. Én nem blokkás, hogy jól megenni. A személyigazolvány számom át lett. Nagyon jó. Nem kérek, köszönöm. Nem blokk, egy falatot sem. Figyeljtek. Akkor mondjátok már meg vissza a kábbet, majd én azt meg nem eszem, ha úgy van. Jó, rendben, nagyon finom. Jó lelkem. Nagyon. Most egy már jön. Egy jó 20 perc választ, tehát 15-20 perc, hogy megsüljön a pizza. Mm. És akkor jövünk nektek a versenyen, gyerekek, most már a sziasztok. Sziasztok. Megnyerem, sziasztok. Kemille. Már iszok a kakocsiba, gyerekek. Kemille. Hagyjál. Ne, adjál. Egy nagyon picikén pillanatom, csak egy mák szemet, nagyon kérlek szépen. Egy nagyon picikén. Hogy nagyon kicsikét adjál. Innen csak az oldalából légy, most nagyon kívánom. Gyuszi, nem lehet semmi. Gyuszi, én ilyen szoktam vele lenni. Nem, Gyuszi. Nem kapasz. Én nagyon visszamenjél. Látom, milyenek vagytok, nem vagytok egy kicsikét. Nem kapasz. Majd eljel már mindjárt egy 3 percet múlva. Jó, van akkor a pétel. Finom? Nagyon jó. Cappuccino is minden. Jó, hogy kaolát esetleg kaphatok, vagy valami? Nem, semmit. Jó, ha egy nagyon kicsiki kaolát? Semmit. Jó, rendben. Oké. Adjátok a lennem egy kicsit. Nincsen. Nem adok. Egy nagyon. Most a végét. Cigány gyerek, te várjál. Nem kell money, már nincs, ha már lesz a viszont. 3 perc és jövünk. Köszönöm, köszönöm. Na, a pénzben ott kell, hogy megegyem ezt a pizzát, meg kell, hogy gyerni, mert én vagyok a legjobb. Eddig még senki nem emett ki, úgyhogy úgy jöttem ide, és nem is szerettem ezt a posztomat átadni, ezért nyelvbe fogom. Ez gultot is. Nagyon. Gyerekek, itt vagyunk. Az ingyen, hogy csak az órát. Hatalmas pizza, úristen gyerekek. Hát, nagyon, de igaz. Negyed tízsel tudnám. Hát hatalmas, tényleg nagyon nagy. Ez a számláló, gyerekek. Fél óra, igaz? Igen. És akkor órával együtt. Igen. Hogy tessék, Gyulát, amit jó? Meleg még egy kicsit, azért várok vele. Forró. Ugye ezt a sikerül? Biztos. Szurkolunk neked. Szurkolunk, testvérem. Szurkolunk, ezt is. Hogy meg akkor kell, hogy... De hogy neked? Akkor én megkezd, megnyithatom. Persze. Most megnyit. Hogy meg akkor kell, hogy... Bár itt inkább azt mondja, hogy megpróbáljál. Nagyon gyorsan, mert olyan a kolomban. Szépen folyamatosan kell haladni.
Ez az gyuszi mérjétre föl a testvére. Ez az tesó. Ez az tesó, ez az. Igen, az nagyon úgy látom, hogy annyira azt így nézi. Isten, gyereke. Gyerekek, 46 szűk, 1 perc van, és majdnem megette az első szelep pizzát. Mi azt jelenti, hogy van még egy gyerünk Gyula. Gyerünk Gyula. Ez az Gyula. Ez az tesó, ez az tesó. Gyerünk tesó. Ez az, a második. Már azt a nagy szóval csinálod. Úristen, gyereke. Gyerünk tesó. Azt a betyám, mindenek. Három szelep egyszerre. Gyerünk tesó, nyugd meg. Ez az iható kólát is. Asztal! Az az tesó! Jó, megtesó, vízunk vettetek! Jó, tesó, te vagy a király! 30 perc alatt, akkor 60 000 forintot nyert. Ez az tesó, te vagy a király! Látom, ideg hányom, mert tudod? Gyerünk, tesó! Kaptunk egy ilyen vödröt, hogyha netán valami történik, akkor... Gyerünk, tesó! Gyerünk Gyula, gyerünk Gyula! Nagyon ügyes vagy! Ne beszélj semmit, ne beszélj semmit! Nyugi, van még! 2 perc telt el, 2 perc telt! Nagy lendülettel, nagyon-nagyon megindult! Minden rajta, te vagy a király! 2 perc, hát... 2,5 perc még. És még csak 2 perc eltelt. Igen, nyomd meg, menni fog, Gyula, menni fog. Legyen, tesó. Skywalker Lajos legyen vele. Nyíregyháza, Bújtos utca, 27 per A, tiszta forrás étel. Gyerünk, tesó. Gyerünk, tesó, nyomd meg, tesó. Gyerekek, meg lesz. Bízunk benne, nyomd meg, tesó, mindenki. Ügyes vagy, Gyuszi. Ez a cselekvés kezdődött. Gyerünk, te sűrt! Jó, te sűrt! Hogy ne bírnál megenni? Hát én, hogy ne. Bojka, megbírni Bojka. Hát igen. Igen, eleged. Tegnap óta. Ez az tesó, mondom az időt, jó? A barátok buzdítják. És ez a
challenge. Tesó, ne állj fel. Te vagy a legjobb testvére. Nyomd meg, tesó. Gondolj, hogy még éhes vagy. Van bőven télen, amire. Megcsinálod, tudom, ismered. Tudom. Ez az tesó, de... Mondom az időt? Hát, mondom neked. 4 perc. 4 perc. Ez tesó, perc. Hány percet akar megenni? 30 perc alatt fel. Még van 25 perc. Relax, relax, relax. Egy kicsi relax. Fel is állhat, szerintem utam. Persze, futhatod egyet, ha belefér az idő. Jó, meg testvére, ne hagyd, ne hagyd fel, tesó. Tehát ez 2,3 kg plusz 1 liter 1 kg kóla, ami azt jelenti, hogy gyerekek 3 kg 30 deka. Valaki nekem sokan volt, máshogy a felett ízem alatt. De volt olyan is, hogy a felérje a falattam. Komoly pizza. Te mannott jászlósabb felénél volt sem. Azt megeszed, ha megeszed azt. Nem 60 ezer forint kupon, hanem 60 ezer forint kis pénz. Nyom meg tesó, nyom meg tesó, bízunk benne tesó. Te vagy a legjobb. Gyerünk tesó. Megcsinálod. Tesó, bízunk benne. Nagyon ügyes. Öfögt. Miért kesdő? Műfű van félbe. Jogot egyéb. Bőven van. Gondolj Lillire. 18 évek feletti. 6 perc, de 6. Még 6 perc telt? Aha. Az nagyon jó. És még csak 6 perc telt el, szóval maradt 24 perc hátra. Bárki jöhet, a feltétel annyi, hogy 18 év feletti el. Ez az csúlyos. A pizza, ez a Baksal extra pizza. Mire gondolsz most? Jó, ne beszélj, ne beszélj. Jó, jó ugrat. Jó, meg testvérem, te vagy. Hallgatok, húznak fel, felek, hogy meg kell. Gyerek, egy töménytelen mennyiség. Azt kell mondjam. Töménytelen mennyiség. Megcsinálod ezt a léket. Csillag, jó. Rekordot tudom lesz. Rekordot tudom. Gondolja, sokkal szúrt volna, mint tesszük. Jó, meg. Mindjárt. Ez az tesó. Ez az. Ez az tesó, ez az. Ez igen. Ez az tesó. Ez az tesó. Te vagy a király tesó. Nyomd meg! Gyuszi van is király. 7 és fél. Igaz? Vá, nagyon kemény. Tesó, nyomd meg! Bízunk benne, tesó! 7 és fél van. Nagyon jó van, nagyon jó. Jó halad. Nagyon jó halad. Ügyes vagy, így kell. Ez az. Bízok bolykába. Bízok bolykába. A fiam. A fiam. Bízok bolykába. Tesó, mindjárt kinek a szúrt. Zögi család. Jó, de ne válaszolj, csak bólogos, hogy ilyen. Utána 4-szer. 4-szer. Kemény vagy, tesó. Megcsinál. A Facebook oldalunkon, a Pizzanak oldalán 11-re tudtak jelentkezni a kutatásra. És még van már csak 22 percet. Tesó, nyomd meg, tesó, nyomd meg. Esküszöm, tesó, azt kieszel. Ez az. Mi vagy gyártalak, nem tesó, csak ez. Most nem tudja megcsinálni, szerintem csak meg akarom mondani neki. Szerintem nem tudja meg. Szerintem sem. Remélem. Tesó, ne kételkedj. Semmi nem lehetetlen, tesó. Nem baj, hogyha nem tudod, felakadod. Persze.
Te láthatod, ugyanúgy bolyka marad, csak akkor a visses. Mindenkire, hajrá, Gyuszi, hajrá, Gyuszi. Hajrá. Gyerünk, Gyuszi. Mindenki bízik benne. Igen. Na. Hát akkor, na jó, végig. Nagyon így dobog a ízés tüdőm itt fent. Nekem is. Sziasztok! Szia! Fú, te vagy a legjobb testvérem, nyomd meg! Nyomd meg, te sok, mutasd meg, mit tudsz, nyomd meg! Hogy érzed? Most mondjál valamit. Most már vannak. Na. Hát, csak tele vagy. Amelyik talán csak lányoknak van kicsit. Hűtelen tudod. De még van időd, úgyhogy egy kicsit leveheted a tempó, figyelj. Fel is állhatod egy kicsit. Menjél! 20 perc van hátra még. Állj fel egy kicsit. Akivel elakulnának, elmondom még egyszer a kihívásunk a lényeg. Egy 60 centis liter kólával, ennek az ára ugye 10 000 forint, és hogyha valaki vállalja, hogy itt helyben elfogyaszta 30 percen belül, akkor 60 000 forintot nyert. Én jövő héten megyek, vigyázzatok, gyere! Na, senki nem fogja meg. Senki. Csak te. Igen. Jó, hogyha úgy érzed, hogy bajod legyen, akkor engem. Persze. Nem haragszunk érte. Annyira. Figyelj, maximum visses Gyuszi leszel, vagy bolond, visses korábbi. Visses, te sohassz. Na, senki nem fog nézni. De, hogy nem. De. Ma lesz is. Te sohassz. Jó, nagyon nagy a pizza. Hát ilyen nagyok nem lehet rendelni. Na, hogy látod? Kiderül. Még van idő, úgyhogy még lazíts egy kicsit, addig elmentel edzeni, még valamit vissza. Elhagyja, nem vagy beszél a telefon. Tudom, hogy kicsit, de hogy kicsit, de. De. Persze. Elég csapkodva legyeket, hogy valami. Igen, valami csinál. Kész húzva kólát, még addig sokos rám, hogy valami. Tudom, én sepreges fel. Tesó, bízunk, nem vagy. Így van, hogy kell megenni, elmondom még egyszer, hogy a kihívás csak a lényegét. Ez a pizza, egy liter csúlával, 60 centis pizza, 10 000 forintba kerül. Hogyha a versenyző vállalja, hogy fejben elfogyaszt a 30 percet belül, akkor 30 liter forintot nyer. Semmi nem lehetett, de nyom meg is. Rákötöm már meg. Csüngök. Tesó. Csüngeni fogok. Vége csődbe vittél. Végen van. Gyuszi. Amely teszinek a mozzarella, sonka, szalámi, gépfegy, gomba, kicsorica, parmezán és gomba. Kis májkrémek, kenyek? Kis baj a farát. Kis új, nagyon komolyabb elhagyott a lázalat. Nem hallok semmi csavarkal. Csava. Most megelni, Csaba. Nagyon komolyabb ereket ajánlom. Na jó, kis lelket. Na, hát igen, jöhet a lelk, elvétel a szó. Ó, sokat, mert az időt beszélt. Igen, lehet kapni, most el akarom kérni. Semmi. Menj. Mindjárt felül. Nyomjunk, tesó. Nem bűzött időt, hogy eljött. Az nem bűzött időt, hogy eljött. Ugye, hogy ültették a medvet.
Pihány egy kicsit. Pihány. Nézd, ezt nyernéd meg, hogyha nem leszel vises. Vagy sejnes, vagy... Tehát csinálod. Milyen próbát, hallod? Próbáld meg a levegőt a hátadba szedni. Minden elrökkön mondom, azt én vagyok oda. Egy szeretet nem csinál, vagy ez. Vagy addig vedd a szemedet. Gyerünk Gyula, bízunk benne. Tudjuk azt, hogy nem bírod. Vagy bírod. A baráti társaság hatalmas cuccokkal támogatja a versenyzőt. Lili mit fog szólni, nem jelentem meg? Hát igen, de. Na? Lili semmi. Lili semmi. Azt mondta, megbírod enni. Olyan más volt a képen. Olyan más volt a képen. Hát figyelj, képen ennyi látszik. Hát... Ne, van a mondom, Dick. Jó, ennyi. Jó, gyerekek, azt elmondanám, hogy ajánlom mindenkinek a helységet. Nagyon finom a kaja. Gyertek sokan, megkóstoltuk, addig mi kajáltunk, mert... Éhesek. Igen, éhesek voltunk, de ő nem kaját. De te miért nézel? Itt van Gyuszi. Itt egy pár komment. Hát gyerekek nagyon nagy. 60 centisek, a gyerekek. 60 centi. Nézd, kell, itt van közel a kórház. Mit csinál? Azt mondja, itt van. De jó, bírtad, jó, Gyula, egy kicsit hitelesebben csináld, légy szíves, jó? Ez az tesó, ügyes volt, tesó, nyom meg. Ez az. Eddig ki volt a legközelebb hozzá? Másfél szelet. Úristen. Az igen. Az komoly. Igen, és a kórában is. Ez az tesó, indulj be! Indulj be, tesó, ez az. Hogy vagy tök fentészen, pizza now. Volt itt. Spártai Kema, mondd. De úgy itt nem hallják, hiába mondom. Ja, tényleg. Igaz. Na, Gyula, hogy állsz? Halálelekvény. Jó. Húzod fel magad? Jó, rendben. Mondom, hogy mennyi az idők még. 18-19. Nézzétek, ide kitűztem a Pizzano Facebook oldalát. Be tudtok követni, és itt tudtok üzenetbe jelentkezni a kihívásra. Menjen! Kicsit mit jön? Nyomd meg!
tesó, nyomd meg, testvére. Ezzel, nyomd meg, tesó. Ez igen, na most bele. Ez az, tesó. Mi szurkónak neked, mert tudják azt, hogy ügyes vagy, csak nem elég kép. Ügyes vagy, tesó, nyomd meg, tesó. Néznek téged, nyomd meg, tesó. Melyik városban megtudnak fel, amit tovább Nyíregyháza, Bújtos utca 27 perán, a Tiszta Forrás 7 perán. Hajrá, Gyuszi Morgan, itt van a pénis, sziasztok, sziasztok. Ez Gyuszi Morgan, nem tudom. Miért nem hallja? Nem, itt hogy hallanál? Jött. Mi az? Oda befejező volt. Oda be, igen. Jaj, de jó a füled. Azt hittem én rá, ez a kertelem. Tesó, ne neves halom egyet. Ah, de... Ilyen nem mondom. Mindjárt 20 perc néha. Van 10 perc egy össze. Ajde, Gyula, mondd be. Meg kell legyen. Van 10 perc maradt még. Ez azt a megkenünk? Megkenünk? Tesó, itt hagyunk. Itt hagyunk, megvenünk. Jó van, Gyuszi. Most már nem Gyuszi vagy, hanem Gyuszi. Pontosan 9 és fél percet van hátra, és kötheted magad fel. Tehát ennyi maradt, 4-szer, 10-szer meg még maradt ott. Egy pár. Na hát akkor ez lassan szerintem. Mondd ki a végszót, hogyha... Mondd ki, ezt megnyomjuk. Úgyis úgyse viszünk haza. Most mondom. Na, emeld fel a kezed, hogyha végeztél. És akkor kidúl, nem fogunk hazavinni. Még két a diétámból, aztán megpróbáljuk. És gyalogolhatsz haza. Nagyon nehéz kimondom. Nagyon nehéz ki. Muszáj leszel. Négy szelet maradt. Fel kell emelned a kezed, és azt mondod, hogy feladom. Jaj, de akkor nem tudod, hogy... Jelentkezni, öt nyertesik. Ennyi voltam. Tesó, nem jött befele. 8 és fél perc. Ennyibe kerül a 8 és fél perc. Na megint ide akartam benne. És hogyha valaki vállalja, hogy itt helyben elfogyasz a 30 percen, hogy napon 60 percen van. Zétek, téglapó, hogy gyerekek. 21 perc. Figyelj, sírne. Nézzétek. Bíztunk benne. Nagyon bíztunk. Azt mondod, ebben akkor a 8-at, azt megeszed. Hát ennyi. Írják, hogy gyenge. Úristen. Elbukott. Nem is eszi. Ennyi volt. Hát, hogy senki nem fogja ezt megdönteni. Nem eszi meg. Jó, sziasztok! Jó, szerintem majd jobb, hogyha kimondod ezt már. Senki nem fogja megdönteni. Jó, 8 perc, ezt úgyse fogod megedni. Szerintem nyugodtan add fel. Vagy be, hát segíted esetleg. Ennyi, ne egyél, elég volt. Végre. Az útra hagyjál. Vagy be lehet segíteni? Jó. Felemeled a kezed, hogyha fel szeretnéd adni, és azt akkor... Azt ugye segítettek adni. Hát persze, hogy ne, mindjárt beállunk mi is, és akkor... Megszakítjuk a játékot, és vége. Na, Gyula? 8 perc van a kárta. Ne pocsíkod már be. Jó, valakkor. Vége, úgy se tudod megenni. Ha már látom a drága pizzát, beleharapgál, azt utána úgy cseszi meg. Rendben, köszönjük szépen. Gyula? Akár emelsz fel a kezel és mondjad, hogy feladom. Feladtad. Jó van. Rengeteg. Jó, feladta, ennyi volt. Emelsz fel a kezel. Ennyi volt. Ennyi pizza maradt, közben megnézünk. Gyere, Alé. Fadra, ezt a felső. És 7 perc lett volna. Ennyi maradt, gyerek. Nézzétek meg. Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen. Az a szörnyű, hogy a Mikulás az végignézte ezt a vereséget. Meg ő is a kis lényszarvas. Hát én már nem. Meghagyja nekünk meg. Én így folytathatom, így jöjjön. Jó, váltál? Elég, ha igen, testvérnek lennétek, akkor testvérek, hát csak névileg. Köszönjük szépen. Nagyon finom volt egyébként minden. És kajáltunk, úgyhogy gyertek gyerekek, ajánlom mindenkinek a helységet. Nagyon finom, friss az étel. Úgyhogy nem sikerült Gyula, gratulálok egyébként. Nem, sok embernek nem sikerült, amúgy senkinek nem fog sikerülni. Szerintem ízzétek el nekem, amúgy senkinek nem fog sikerülni. De másfél szelet maradt? Meg egy fél üveg, fél liter kóla. Igen. Na gyerekek, jó van. Itt van Nikolett. Igen, most elkeseredett a közöletben. Semmi baj. És mondjuk anyumhoz. Edzek rá egy kicsit. Na, gratulálok egyébként, ügyes voltál. Köszönöm, tesszám. Nagyon jó mindig pulpos a szám. De most a barátságunk véget ért. Oké, akkor menjek valamit. Véget ért a barátságunk. Hát hogy fogja a kamerát? Hát ennek nem ad, ne add a kek. Nézd meg, mit csinál. Jó, állj. Jó napot, uram! Köszönöm, hogy kérdezik. Köszönöm, hogy kérdezik. Köszönöm, hogy kérdezik. Tessék. Honnan tudja, uram? Aha, így már jó? Nem kötözködni akartam. Jó, ember, elismerjük. Na gyerekek, most már így is bevírik az embert út közben. Úgyhogy most tényleg elve mindentől a kedvét. Na, húzz le. Milyen? Azért. Mi? Nem tudom. Jaj, akkor megyek buktat a pálba. Ott te csinálod. Oh, hát megyek haza innen, gyerekek, én megyek haza innen. Ennyi vége. Jaj, amíg annyira síjjet. Ez 58.500 forintba fog kerülni, ez fix bírság, ez közigazgatási bírság. 76-an közlekedett akkor, tehát nem belőtt el helyet. És 4 büntető ponttal jár. Ezzel nem tudok mit csinálni, ez fix. Jó, hát ez felmet, mint ötjük van. De milyen személyiség ez, bazd meg, hogy az autókú mérnek ki? De 4 pont! Ha. Meg mennyi? Nem egy darab sem. Egy darab fontok. De mennyi pénz? 56-56. Gyerekek! Gyerekek! Tankolt 25 000-ért, mutasd ide! Te még nevettel rossz? Nálok, ilyen embereken, akik meg... Nagyon forró az ideg bennem. De tankolt 25 000-ért, gyerekek! Megbüntették 25 000-re. Amúgy vicces. És miért vicces? Látom, rontátos vagy, esküszöm neked. Esküszöm, aki nevetlek, csak ez már mindennek a teteje. Érte? De miért is az, magad? Hogy az autóból bemérnek? Autóból, gyerekek! És 4 pontot kapom. 4-et. Sőt, meg megbüntet 55 000-re. 58 500. Jobb lett volna otthon maradunk mámba. Ez tiszta szerencsétlen ez a nap. Valaki elátkozott minket. Te átkozottál. Eská, mindjárt átkozol. De legalább megnyerte volna, he. Azt akkor most kifizettik volna büntetést. Hát, tudja. Kinyissa hátul, miért neki jönnek. Igen, tudod miért? Tudod miért? A röntgen szemmel nem mérhet, de ha van bizonyíték, akkor róla szkolsz. Ja, már is tőle. Hát nem figyel. De miért? Te még benne az ölibe a gép? De figyel. De a kocsia megy, meg a miénk megy. Úgy nem lehet, hogy az ő kocsia megy. Állva mérhet. Így nem mérhet, hogy megy. Menet közben. Gyerekek, nagyon figyeljetek oda, mert most már autóból is mérnek. És de kérdezek, kérd! Kajakból fekete. És civil autó, ja, civil. Igen, Oktávia. Hát ez Szabolcs megye. Most már ennyire, mert már behányok az ide. Ide hányok mindjárt. Oktávia, de most civil autóból bemérnek. Sötétített ablak, szépen ül a kezébe a mikroszkóp, vagy mi az. És ennyire nem kell az államnak, ennyire kell a pénz. Úgy mérés, ennyire, hogy menet közben mérik az embereket. De úgy be van kötve, hogy fogja a masinát a kezébe. Megnézzük. Így be van kötve. Kinyissam az ajtót rájuk. Na, nincs jó. Most itt te megbünteted őket, hogy... A videókamera felvétel van, hogy ön nincs bekötve, uram. Most itt foglalkozott ők azzal embernek. Azt, hogy akkor mutassanak ki példát, ha ő rendőr. Mutasson példát.
Nem, annyit bekapcsolja a szirénát, azt a piros lámpán is átmegy, ha akartam. De a biztonsági vő rá is izé vonatkozik. Ha hogyne vonatkozna? Hogyne? Meg gyerekülés minden. Azt mondja, Molnár Prum kicsapta hátulját. Az ugye így. Azt mondja, nem kötekedni akarok. Tényleg. Azt mondja, innen. Most. Jogos. Nem bizonyítéka van róla. Igen. Innen, azt mondja, innen. Én már csapta ki a hátulját. Hát de most jól, most én honnan látjuk magába, ott ül a kocsiban, hátra nem lehet belátni, mert le van sötétítve, hogy most ő honnan látja, hogy mi gyorsan mentünk. Igen, hogy nem mentél, hogy 120-szal. És lenne, hogy 120 000 forint. De amúgy ez nem durva, hogy 58 000 forintra megbüntettek, meg 4 büntetőpont, úgy, hogyha 20-szal megyünk. Mindjárt erre még rákérdezek amúgy. 20-szal. Most kötekedek? Mindjárt rávág még, hogy 20 000. Nem fog rávágni, megkérdezem akkor én. Nem, megkérdezem én. Hát te nem izélik. Hát most nekik ez a jogszabály. Ez a jogszabály, igen. És amikor én... többen és amikor a barátjuk vagy... Egy Skoda Octavia a gépjármű. Nagyon vigyázzatok, Nyíregyháza. Mondjam a rendszámot. Mondjad. RBM 944. Na, elhallottátok a rendszámot? RBM 944. Igen, vérnek gyerekek. Ez azért is mondom ezt, mert ez személyiség. Hát ez azt jelenti. Hát ez szemtet, basszus... Már csak 20. Nem tudják már hol behajtani a pénzt. Azt mondja 50. De ha haverjuk megy el, azt nem büntetik. Azt mondja 50 helyett menti 70-nel. És mi az a 20? Mi? Mi az a 20 km per óra, gyerekek? Írjátok meg kommentbe, hogy ki az, aki nem haladta már meg a sebességkorlátozást legalább 15-20 km per órával. Nincs olyan személy. Nincs olyan személy, aki nem. Valaki meg 120-at van bátyám. Aki meg odaírja, az meg hazudik azért, mert kivétel akar lenni. Figyelem, felkeltési mániába szenved. Így van. Az is ment vagy 60-nal amúgy, ott az Audi-val. Nézd meg amazt is. Az se 50-nél jön. Az a Merci sem. Ilyenkor azt mondják, nem mással foglalkozzon. Az nyomja neki simán. De ha barátjuk megy itt, vagy a családjuk, azt nem vinteti meg senki sem. De már bekamerázza már neki, azt megszerezzem. De jó, hogy egész nap bírálta. Aminek megkérdezem már, mi volt az a 25 000 után 58 000? Nem, a 25-tel mentél több szerintem. Az. De még utána 70-re mondott, meg 76 000. Nem, 75 mondott. Nem, 75? 70-nel mentem. 70-re mentél, de úgy 75 000, de így 55 000 kapom, hogy mennyit. Mindegy, már csak mindegy. Én 78-at hallottam, de mindegy. 78, aha. Igen. 78. És amúgy itt mentem. És ez már lakott területen kívül van amúgy, nem? Hát nem, szerintem nem. Nem, mert a hídnál mentél. A amikor hídnál. Jött, nyomtad, oda nyomtad neki. Várjál már, nézzük már meg ott a sebességkorlátozás. Nincs ott valahol a tüntetve? Nincs. Itt a tábla, látod? Hol? Ott. Hol? Hát ott, itt. Na ott miért be, nem a tábla után. Úristen, gyerekek. Egy kilométer sincs. Egy kilométer se volt, gyerekek. Nézd, hát vidd oda a kamerát. Tábla. Ott a tábla, lássátok. A tábla előtt, gyerekek, 20-szal mértek be a tábla előtt. Nyíregyházi tábla. Mi? Plusz 20-szal. Plusz 20-szal. A tábla előtt, gyerekek. Úgy, hogy elhagytam a lakott területek kívül. Máma, gyerekek. Felakasztom magamat. Nem baj, még ekkor is. Tudjátok, mit mondok nektek? Fel a fejjel. Kit érdekel? Kit érdekel? Kapcsolj csak azt a zenét, azért is hagyd szóljon. Most kophangon hallgatom. Meg azért is megbüntetni. Miért? Az át autódban akkor hallgat zenét, mikor akarsz. Így van, mehet. Tedd lejjebb. Mióta hozták ezt jogszabályba, hogy autóból mérnek? Ez tavaly július 1-e volt, amikor volt ez a baleset. Aha. Nem csak itt, minden megye kapott 3 ilyen mérőkamerát. Uh-huh. Ilyen mozgó. Itt a postai csekk, ide kérnék egy aláírást. Öntől. Az idén július 1-től van ez. Amikor volt ez a halálos ott a gyorsuláson, akkor az egyik berendelt egy pár kamerát. Értem. Tessék. Hát lassabban nem érj meg most. Hát 20-szal ment, de folyamatosan jönnek ők is végig ott. Jó, ez egy másolat.
Minden jó. Minden jó. Ott van, RB-jön 944. Na, mutasd meg. Mutasd át meg. Vigyázzatok, srácok. Ez a kis bizés volt. Na, tehát akkor, mikor hozták jogszabályba? Tavaly július. Erre kimehetünk? Július 1-én. Nem. Merről? Ja igen, mert ez a bejövetele. Itt van, beállítani, kiállítani, itt igaz. Hát azért megbüntetlenek már. Július volt a tavaly, vagy július? Na, ez van, gyerekek. Na, akkor most akkor is hagyszolom. Úgy Jogi irigyeltél! Hadszolyos meckóba mindenkinek! Amikor nem volt semmi, maligáltak mellettem. Amit elértem, azt a rajongok a közöttem. És mi mindenki tudja, spárta ikken maga nevem. 14 kilométer megtétele után a körforgalommal hajtson ki a második gyerekek, fel a feljel, úgyhogy vigyázzatok, hallottátok, hogy minden megyében legalább egy-egy ilyen készüléket kaptak, amivel így mérnek. Tehát idén jött jogszabályba, hallottátok, hogy segítsek nektek. Tehát itt, ebben a megyében, Szabolcs, Szatmár-Beliben pont megtaláltam azt az egy készüléket, és pont azt az autót, és pont előtte jöttem, úgyhogy figyeljetek, Skoda Octavia, gyerekek. Nem tudok, LBM 944. Nem tudok mit mondani, hogy ennyire kell az államnak a pénz, ennyire kell. Komolyan. Az utat kéne inkább megcsinálni, ne legyen ilyen göröngyös, meg lyukacsos. Az arra lenne ki az eszük inkább, igen, amúgy már ennyi pénzbe vennének. Hogy ne kéne ilyen lyukakba állandóan vezetni. Három ember megbüntet 160 ezer, 170 ezer. Ennyi gyerekek. Azért 58.500 forintra büntettek meg. És mekkora szarság már, hogy az autóból kilőnek. De 4 pont! Ja. iPod kell a akkor igen. Mennyibe került az utadról? 100 000? Micsoda? Több mint 100 000. Gyerekek, 100 000 forintot költöttem ma el, úgyhogy abból 58.500 forint büntetés. Hát ez van! Egyszer ilyen nap, egyszer olyan nap, nem ürülhetünk minden nap. Most szomorkodunk, Gyula visses lett már. Úgyhogy kaptam, gyerekek, nagyon szégyellem magamat. Nem baj, semmi baj, majd felakasztunk ott. Gyerekek, búcsúzunk. Ez volt most a videó. Nagyon készültünk erre a napra. Nem mindig papsaj, szokták mondani. Veszteni is tudni kell. Ennyi. Na jó van. Sziasztok.